Sziasztok, ez egy újabb Wild Rift videó, és ebben a videóban megpróbálom összegezni az összes akali tippet, amiről volt videó, vagy amiről még nem volt, amiről még nem beszéltem. Ugye meg lett vele a szerver top 200, úgyhogy emiatt is aktuális egy ilyen videó, meg sokkal hitelesebb. Úgyhogy akkor megpróbálom bemutatni az összes akali dolgot, amire érdemes figyelni, ha ezzel a championnel szeretnél játszani. Ezután a videó után valószínűleg más championekről fognak érkezni tartalmak, hogy ne csak ilyen egyoldalú legyen így a Wild Rift videózás. Szóval simán belefér az, hogy majd más léneken, vagy például dzsungelbe, vagy supportként, hogy valami más ilyen videók is fognak érkezni. Nyilván ott majd még úgy, hogy nem vagyok annyira tapasztalt egy championnál, de azért ilyen alapszintű bemutatókat mindegyikről tudnék csinálni. Hát a léning fázis akkorival. Azt azért szögezzük le, hogy a léning fázis nem arról szól, ugye, hogy legyőzd a léne társadat, hanem arról, hogy minél jobban felkészüljél az első csapatharcra. Ehhez mi kell minél jobb farm, és az is kell hozzá, kell fajtolni, nem arról van szó. Minél jobb trédekbe kell belemenni, de van olyan, amikor nem tudsz akalival jól trédelni, de erre van pár trükk, amit kihasználva simán lehet. Például ugye midlénre, az ilyen közelharcos midlénes karakterekkel az a nagy probléma, hogy általában ranged, tehát távolharci hősöket hoznak be ellenük, mint például Ari, Lux. Azért valljuk be, egy közelharci championnel nehéz egy olyan ellen harcolni, akik bezavarnak téged a torony alá. De ilyenkor el kell ezt fogadni. Ez olyan, mint Katarinával level 3-ig csak a torony alatt szabad lenned. Ez ugyanez Akalira is, csak itt mondhatni az egész léning fázis alatt, amíg nem tudsz egy jót trédelni, mivel ha egy jót trédelsz, ugye, leviszed a HP-t, akkor már te fogod bezavarni a torony alá, de nem szabad teljesen oda menni, mindig érdemes a lén közepén lenni, vagy a te lénednek ezen a felén. Ugyanis ha jön egy gank, akkor könnyebben tudsz reagálni, mint például az enemy, aki lehet, hogy nagy bál, hisz, hogy mekkora nagy vagány, hogy irányítsa a vévet, meg minden, meg betol téged torony alá. De nem, te jól elfarmolgatsz itt, meg ha érkezik egy gank a dzsungel esettől, akkor könnyebben meg tudját kölni az enemit. Tehát ha ranged enemy ellen vagy, akkor inkább menj vissza. Tehát az nem baj, hogyha be vagy szorítva, ne próbálj annyira erősködni, mert elején például egy Ari úgy megfog, hogy K.O. Próbálj mindig minionok mögött lenni, mivel a legtöbb championnek a kulcs képességeit ki lehet védeni azzal, hogy egy minion mögött vagy. Na nézzük például. Hát például ez igazából Akshannál is így van. Elkezdi rád nyomni az ultit, és nincs lehetőség, hoppá, most gyorsan bemenni egy torony alá. Mit csinálsz? Belököd magad egy camp mögé, és a camp az kivédi neked az action ultit. De ez csak ilyen kis mellékes tipp, nem erről szól a videó. Akkor nézzük akkor, hogy milyen trédelési módszerek vannak ranged championek ellen. Van egy olyan, hogy ugye például ott van, és egy gyors mozdulattal csinálsz egy olyat, hogy és innen már tudod ugye csinálni a szokásos akali kombókat. És ugye erről beszéltem erről a egyik videóban, hogyha egy ellenfelet megsebzel, akkor egy ilyen alaptámadással még bele tudsz vinni egy autóatakot, ami viszont nagyon nagyot sebez, szóval nem szabad elhanyagolni. Tehát a shurikennel hátra lököd magadat, ami elég meglepetés lesz ahhoz, hogy ugye hirtelen közel kerülj hozzá és megsebez. Vagy például nyilván, hogy eltalálod a shurikennel, akkor látért is. De nem muszáj eltalálni a shurikennel ugyanis, erre is van egy trükk, amit én szeretek használni. Ez nem más, mint hogy... leraktam a minionokat, az enemy minionjaival nyilvánvalóan. Tegyük fel, hogy például ott az enemy. A izébe belenyomod a shurikent, csak nehogy meghalljon ilyen gyorsan. Mondjuk én ugye kimaxoltam a kalit. Na, figyeljétek, ugye ott a wave, vagy a minion. És akkor eltalálom a enemit. Csak figyeljétek arra, hogy ne autóatakoljatok ezzel a dobókéssel, mert akkor a minionba fogja dobni. Még egyszer belenyomod abba. És akkor visszahúzod magad, akkor meg az enemire célzol. Akkor ezzel meg lehet lepni az enemit. Mivel hogyha a minionba dobod a dobókést, ugye a shurikent, akkor ugye nem fog visszább menni.
legalábbis ha valaki nem annyira nagyon-nagyon óvatos. Van például egy olyan módszer, hogy ezt akkor lehet alkalmazni, hogyha egy ilyen, ami nagyon kevés HP-n van, az az, hogy csak CD-re kell rakni ilyenkor gyakorlásnál a cuccokat. Tehát, hogy dobókés és flash. Dobókés flash, süldözésre is lehet használni még hozzá a shurikennel. Tehát például üldözöl egy enemit, de nincs rá mód, hogy utolért, akkor csak csinálsz egy ilyet. Tehát nincs benne a range-be a shuriken, de ha flash-elsz egyet, akkor hoppá, benne van. És az ne tévesszen meg titeket, hogy visszadob a shuriken, ugye. Azzal bizony elérted az enemit. És akkor tegyük fel, hogyha például van egy tank, meg egy ADC. Mind a kettő nagyon kevés HP-n van. Te a tankra ultizol előbb, vagy tök mindegy kire. A lényeg, hogy targetet akarsz változtatni. Akkor ezt könnyen megteheted, hogy belenyomod a szokásos kombót, és például egy ilyen módon átcsúszol a enemy ADC-re, akinek nagyon kevés a HP vagy valami, vagy például olyan módon, hogy nem nyomod el a full kombót a izére, ugye, hanem egyből átmész az ADC-re a shurikennek köszönhetően. Ha például nem hal meg egyből, ugye, akkor nem erre csúszol ki, hanem ugye felé csúszol ki az ultidnak a második képességével. Például így. De igazából akkorival teamfightot csak akkor érdemes kezdeményezni baronozás után, mert akkor olyan nagy lesz az AP-sebzése, meg minden, hogy akkor tényleg egy ilyen kombóval eltörölhet 2-3 embert is. Egy kombóval. Vagy akkor, hogyha olyan erős lesz egy meccsben, hogy 1v2-be vagy 1v3-ba is simán elintéz bárkit. Akkor nézzük meg ilyen alap trükköket. Például azt hiszem ezt úgy hívják, hogy val hopp, ugye? De ez tényleg nagyon alapján trükk akalival, hogy át tudod magadat dobni a ugye a falon. Például objektíveknél van egy ilyen hasznos trükk, például belenyomod abba a campbe, és akkor visszahúzod magadat, hogyha vészhelyzet van, vagy valami. Vagy például ugye, tegyük fel, hogy itt szeditek a dragont, vagy baront, vagy akármit, viszont itt pedig egy enemicskét várakozik, mit csinálsz? Kidobod magadat, ugye ilyenkor ki szoktak menni valaki, hogy ugye elzavarja, vagy megölje ott azt az enemit, aki ott várakozik, akkor hopp, csinálsz valamit, és akkor visszahúzod magadat, vagy tegyük fel, még az ultidat is elnyomod, amit nem tudok most megtenni, de várjatok. Pillanat, csak ide lerakok egy enemy dumit, pillanat, itt is van, figyeljétek belül ezt a kombót, látjátok, hogy itt az enemy, ugye ki akartok menni, hogy lesebezzétek, meg egy ultit is nyomtok rá, aztán visszahúzzátok magatokat ezzel, vagy például a micsodával, mi ez a ultinak a második ugrásával, ezt is meg lehet csinálni. Vagy például, hogyha csak ki akartok ugorni, ugye, például egy ilyet is csinálhattok, hogy mind a két ugrást eltoljátok az enemire. Egy ilyen kombóval tudja, hogy úgy lesebezitek, hogy utána nem lesz kedve ott maradni. Szerintem, ami kezdő akalisoknál hiba szokott lenni, hogy visszahúzzák magukat akkor, amikor nem kéne. Örülnek, hogy végre eltaláltak az enemy shurikennel, hoppá, visszahúzzák magukat, csak arra már nem számítanak, hogy amúgy konkrétan a tornyuk alatt van az enemy, és akkor már sebezni fogja őket a torony, vagy esetleg nem tudom, direkt erre megy, direkt szabadon van, és hoppá, mi történik? A bokorba pedig ott áll a dzsungeles, és be is szoptad. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell, hogy hova húzod magad vissza, mikor húzod magad vissza, stb. Úgyhogy a videónak nagyjából így ezen a része ennyi lesz, aztán majd még folytassuk. Biztos, hogy még ezután is lesznek ilyen mechanikai dolgok, de most így kezdő részbe így ennyit erről. Na hát itt is lennék a folytatással. Jelenleg most lettem meg 105. a szerveren, Akalival, mint látjátok. Remélem, hogy a top 100-at meg sikerül majd elérni. Na, akkor ez a rész a mentálról fog szólni, tehát a mentál tippekről Akalihoz, mivel tényleg itt szeretnék mindent átjárni. Nyilván nem lehet mindent, de akkor vágjunk is bele. Szóval mit jelent az, hogy mentál? Az, hogy úgymond a hozzáállásodon kell javítani valamit, vagy hogy
maga a hozzáállásod jelenti azt, hogy mentál, ugye? Az ilyen mentális dolgokat, hogy hogy állsz hozzá a dolgokhoz, na így jobban mondva. Tegyük fel, hogy meghalsz a meccselén 2-3-szor. Az nyilvánvalóan szar mindenkinek, és nehéz utána felállni, de meg kell fogni a hibát, úgymond, és nem szabad hagyni, hogy tovább növelődjön. Tehát ez minden championre igaz, meghaltál 2-3-szor a meccselén, jó, akkor vissza kell venni, és mit kell csinálni? Farmolni kell. Az ellenfél az valószínűleg már elbízta magát, úgyhogy biztos, hogy meg fog halni egyszer. És amikor ő már meghal, ő is ugyanúgy ilyen 2-3-szor, ugye, akkor vissza tudod magadat hozni ez idő alatt farmügyileg. Olyan szinten, hogy fel legyél zárkózva. Lehet, hogy nem előzted meg, de legalább már egyenlő szinten leszel a léner társaddal, vagy úgy összesen a enemikkel, ugye? És utána pedig egy jól időzített teamfight, egy jól időzített akármi, ők meghalnak, és azt veszed észre, hogy te leszel most már előnybe, nem pedig ők. Szóval nem szabad hagyni, hogy megtörj egy meccs közbe, fel kell állni, és okosabbnak kell lenni. Hiába hiszi el az enemy magáról, hogy ő itt a császár már, és itt penta killezni fog a meccsbe, meg ilyenek, nem. Nem szabad hagyni azt, hogy tényleg minden elveszem, mert akkor annak semmi értelme nincsen. Szóval sokszor látom azt, bár így már magasabb szinteken szerencsére van ész, hogyha valaki nem áll jól, akkor nem előre kell menni fájtolgatni, hanem farmolni kell. Például volt egy ilyen meccsem, legutóbb tényleg már a vége, le voltunk törve, minden a csetre is irogatták, hogy vége minden, nagyon vesztésre álltunk, mert volt Jax, akit full counterölt a fióra, solo lénen, és akkor ilyen 0-5-ben volt a pali már meg ilyenek, és akkor mondtuk neki, vagy hát én is mondtam neki, meg a többiek, hogy ne fájtolj, semmi ilyesmi, csak farm, és utána ugye úgy írtam, hogy ne fájtoljunk addig, ameddig nem lesz objektív, addig csak farmoljunk, mert így tudunk erősödni. És szerencsére megértették, vagy nem tudom, és a végén annyira kihoztuk a dolgokat okosan, hogy a Jax sem ment már bele, utána már Jax ölte meg a fiórát, aki már full el volt feedelve, és annyira elbízta magát, hogy bejött négyünk közé, szó szerint. Szóval igen, és utána szépen visszahoztuk magunkat, átvettük a vezetést, átvettük az irányítást, utána már mindenki felszabadultabban játszott, és jött minden magától. Nyilván azért vannak olyan meccsek, amikor tényleg már minden el van veszve, amikor 2 inhibitort, vagy 3-at már leromboltak, de ti még a tier 1-eseket, vagy a tier 2-eseket se tudtátok lerombolni. Hát nem mondom, hogy onnan lehetetlen felállni, mert ha esetleg nyertek egy jó teamfightot, bár akkor már annyira levagytok maradva az enemy csapathoz képest, hogy kb. Lehetetlen, de tegyük fel, hogyha nyertek, akkor is valahogy vissza kell tolni a véveket, ugye a Super Minionos véveket az enemy teamtől, meg még közben még le kéne szedni egy baronnasort is, az már tényleg nagyon nehéz, de nem lehetetlen, szóval igazság szerint soha nem szabad feladni, de ez mindenkinél elő szokott fordulni, hogy inkább úgy van vele, hogy hagyja a faszba, és nem tudom, kiafkol, vagy valami. Ezek a dolgok a legrosszabbak, amiket tehettek, de sajnos tényleg vannak olyanok, amikor nem tudsz mit tenni, ezt el kell fogadni. Szóval ezen múlik az egész, hogy hogyan állsz hozzá. Ha el tudod magadat kapni, hogy meghaltál 2-3-szor, jó, vissza kell venni, nem szabad többet fájtolni feleslegesen, teamfightokba kell inkább majd tenni valamit, ugye, mivel az dönti el a meccset, a meccs végkimenetelét, így kell hozzáállni, és bárhonnan vissza lehet jönni, én azt mondom. Úgyhogy hát ez a rész ennyi lenne, így nagyjából így ennyit tudok erről mondani, hogy ne égjetek ki, akkor menjünk is tovább. Jöjjenek akkor úgymond a next level mechanikai dolgok, ugye a videónak a első fele ezekről szólt, ugye, hogy milyen trükkök vannak, tippek, meg ilyenek, de az az igazság, hogy még van jó pár.
Akkor ugye itt raktam egy enemy dummy-t, hogyha majd ezen is akarok valamiket mutogatni. Akkor kezdjük is azzal, hogy van egy olyan módszer, hogy 100%-ra elmenekülsz az enemy csapattól. Hogy hogyan? Köd, teleport. Ugye valakinek nem esett volna le, amikor benyomod a ködöt, akkor ugye láthatatlan leszel, és addig el tudsz teleportálni. Ennek igazság szerint nem sok haszna van. Ha csak nem split pusholsz, és épp rád jönnek hárman, de úgy is el lehet menekülni. Simán. Hogy hogyan? Ezt is bemutatom. Tehát tegyük fel, hogy split pusholsz, vagy akármi van, és el akarsz menekülni. Hát ezt elég egyszerűen meg lehet csinálni. Ugye jönnek rád, valakire ráugrol, arra ugorja, merre akarsz menni, ugye benyomod ezt, a ködöt, láthatatlan leszel, ulti második ugrás, kiugrás, esetleg még egy shuriken, meg még egy flash, és ennyi. Ezt még egyszer megmutatom, mert lehet, hogy nem magyaráztam eléggé érthetően. Szóval, amerre ki akarsz menekülni, arra ultizol, arra az enemire. Utána köd, nem látnak téged, keresnek valamár ugye, a ködnek valamelyik részén, például kisuriken, és kiugrás az ultidnak a második ugrásával. Remélem, hogy nagyjából értető. Ezzel a taktikával el lehet menekülni simán. Annyi, hogy kimegy az ultid, lehet, hogy még egy flashed is kimegy, de legalább megmenekültél. Jöhet egy következő, úgymond titkosabb akali mechanik. Hoppá, ezt kicsit elrontottam. Ennek azt a nevet adtam, hogy double protobelt ugrás, mivel az lesz, majd meglátjátok. Csak ezt CD-re kéne raknom, illetve már régen gyakoroltam ezt, meg élesben még nem sikerült kiviteleznem, mivel hát Akalihoz nem igazán szoktak protobeltet használni, de szerintem jó tudni, hogy létezik ilyen is. Ez nem máshogy néz ki, mint hogy a shurikennel hátra dobod magadat. Flash és protobelt. Vagy nem így kell csinálni. Igen, így kell csinálni, csak már régen csináltam tényleg, szóval... Amit látjátok, hogyha valaki jobban megnézi, kétszer van protobelt, tehát nézzétek! Ha valaki jól megnézi, meg nem is kell hozzá annyira jó szeminek lenni, ez bizony kettőszörös protobelt. Csak nagyon gyorsan kell csinálni. És tényleg én is már régen csináltam, szóval még egyszer bemutatom lassan, shuriken hátradobás, protobelt és flash. Csak ezt tényleg nagyon gyorsan kell csinálni. Tehát nézzétek meg, hogy mekkorát ugrok. Ezt nézzétek, mi ez az ugrás? Ez mi? Ez... Szóval... Szerintem mindenki látja a különbséget, hogy miről is van itt szó. Hát ez eléggé brutál szerintem. Nézzétek meg. Mi az az ugrás? Na, szóval hát ezt is tudjátok most már. Nem tudom, hogy kinek lesz hasznos, mert az az igazság, hogy ilyet még senkinál se láttam élesbe. Semmilyen profi akalisnál, meg senkiné, meg én se használtam. De valljuk be, Akalihoz vannak olyan trükkök, amiket látványosak, meg minden, de valószínűleg soha nem fogod használni. Ugyanez, laning fázis esetén van egy olyan trükk, hogy amivel megleped az enemit. Nem az, hogy most hasznos, hanem csak, hogy meglepetésnek. Például itt van középen a wave, a raptorokba belenyomsz egy shurikent, kijössz a wave közepére, aztán meg visszahúzod magadat, meg még beleütsz egyet a enemy championbe, és akkor hoppá meg fog lepődni, hogy hoppá most visszahúzod magadat. És akkor ez egy ilyen meglepetést fog okozni. Ennek is semmi értelme nincs igazából, csak az, hogy látványos. Nézzünk egy ulti kombót, eltalálsz valakit a shurikennel,
és már húzod vissza magadat, és nyomod az ultit is. Ezzel eléggé nagy sebzés lehet bevinni, meg könnyen ki lehet fókuszálni egy enemit egy teamfightba, hogyha tényleg tudod, hogy kit találtál el. Ha például egy ADC-t, akkor nyugodt szívvel beugorhatsz, valószínűleg reagálni fog a csapat a kezdeményezésre, meg ha van már Stasis Enchantod, akkor attól sem kell félni, hogy utána vagy meghalsz, ugye? Ezt még azt hiszem nem mutattam a videó első felébe, de úgy is lehet ezeket a flash kombókat csinálni, hogy nem így flash-elsz, ugye? Hanem, hoppá, most ezt jól elbasztam, ezt is elbasztam. Hanem úgy, hogy shurikennel hátra dobod magadat, és utána flash-elsz. De az az igazság, hogy ez szerintem nem érdemes, ugyanis ha tudsz egy olyat, hogy egy ilyet, vagy egy ilyet, akkor felesleges szerintem így csinálnod. De igazából ezt is lehet alkalmazni. Tegyük fel, hogy itt a Minion Wave, meg akarod lepni az enemit. Az enemi az itt áll, te pedig itt vagy. Ugye itt nem tudod kicélozni a shurikennel, vagy mégis? Hát igen, ezt is nagyon nehéz kivitelezni élesbe. Mint látjátok, mi történik. A flash miatt a shurikennek az útja megváltozik. Az már nem fogja zavarni a shurikent, hogy hoppá, itt egy minion wave van. Nem. Mert a shuriken az erre fog szállni, ahol az enemicske áll. Ugye, itt áll. Csak itt egy minion wave, és nem tudod eltalálni. De ezzel a trükkel el tudod. Hát ez élesbe. Ha ezt eljátszod, maradjunk annyiba, hogy valószínűleg meg fog lepődni nagyon az enemi, meg nagyon látványos lesz. De hogyha besül, akkor kimegy egy flash, meg az enemi eléggé hülyének fog nézni. Maradjunk annyiba. De létezik ilyen is, mint látjátok. De ezt tényleg nagyon nehéz kivitelezni télesbe. Igazából ennél százszor könnyebb ez. De ugye ezt nem tudod megcsinálni, de meg lehet csinálni, hogyha átflash-elsz az enemin. Így, amit látjátok. Vagy a minion wave-en, tehát ez egy minion wave, és átflash-elsz rajta, és úgy dobod rá az enemire a shurikent. De ez arra van kitalálva, hogy például itt egy tank, mögötte pedig egy ADC. Mit csinálsz? Például megfogod, puff. És akkor kifókuszáltad a ADC-t. De azért itt a Wild Rift-ben nem szoktak ilyen nagyon brutális megmozdulások történni. Itt úgymond kicsit egyszerűbb, ott bemennek egymás képébe, és akkor szétütik egymást. Nincsenek nagyon ilyen trickshotok, hogy ilyesmik, de nem árt tudni ilyeneket, ugye. Mivel ki tudja, hogy mikor lesz rá szükséged. Nyilván még van olyan kombó, amit nem mutattam be, például, hogy lehet kiszedni egy embert torony alól, de az már benne van egy tippes videóban, szóval ha valakit nagyon érdekel még jobban ez az akalics dolog, akkor csak nézze meg a legutóbbi kettő vagy három, azt hiszem, ja nem, van kettő tippes videó, meg egy arról, hogy mik a legjobb itemek akalira, szóval, ja. És még így végezetül ezt is akarom, hogy egy kicsit még így a itemekről, meg a rúnákról egy picit beszélni. Ja nem, a spellekről. Az itemekről inkább nem beszélek, ugyanis amint mondtam, arról egy külön videó van, hogy szerintem mik a legjobb itemek akalira, meg miket szoktak hozni rá. Én igazság szerint jobban szeretem a shieldes akalit. Azt hiszem ennek az a neve, hogy barrier. Igen, ez vagy barrier, nem barrier, hülye vagyok, mindegy. A lényeg az, hogy ez a barrier, ez ugye shield, ez ad shieldet. Én igazából azt gondolom, meg azt mondom, hogyha a meccs elején, a laning fázisnál jobban akarsz teljesíteni, több esélyt akarsz arra, hogy sikerüljön ölni, ugye, akkor a ignite,
Ha pedig a meccs későbbi feleire is szeretnél gondolni, akkor a barrier. Ugyanis egy teamfightnál Akalinak brutálisan gyorsan leveszik az életét, hogyha kifókuszálják, de ha van ez a shield, akkor az nagyon sokat fog segíteni. Mint például egy ignite, mert az igazság az, valljuk be, hogyha van egy teamfight, beugrasz, akkor egy ignite az nem fog se osztani, se szorozni, szóval remélem, hogy értitek, szóval az már ott sokat nem fog jelenteni. Az ignite az inkább 1v1-eknél számít sokat. És ugye pont ezért mondtam, hogy ha te most jobban akarsz teljesíteni laning fázis alatt, 100%-ba, akkor az ignite, ugye. Úgyhogy ennyi. A runákról meg nagyon nem akarnék, mivel itt tényleg a legjobbak vannak beállítva az alap buildeknél. Ugye a fő rúna, ugye itt ezek, hát igazából ez egyértelmű, hogy mi a Conqueror, ugyanis hát csak ez jó Akalihoz, mert a többi az úgymond haszontalan rá. Szóval például van olyan, hogy az a aftershock az az, hogyha jól tudom, hogy bizonyos ütésenként ad stunt. De hát Akali az ugye, az nem éppen egy olyan champion, akinek stunja van, meg aki nagyon gyorsan tud ütögetni, vagy ilyesmi. Ő neki a kombókban van az erőssége, és ha megnézitek, hogy ez a Conqueror rúna milyen, ez az, hogyha stackelni tudsz ütéseket, és ha megvan az ötödik ütés, akkor ugye beviszel bónusz adaptív damage to champions, ami igazság szerint nem tudom, hogy most pontosan mit jelent ez, mármint tudom, tehát egy bónusz sebzést viszel be, és itt írja per stack 2-6 bónusz AD, és 3 per 9, vagy kötőjel 9 AP, tehát Ability Power, meg Attack Damage. Szóval, ja, na mindegy, ennyit erről. Úgyhogy tényleg még a mellék rúnákról is beszélettem volna, de tényleg ezekről nem akarok, mivel őszintén nem is nagyon értek hozzájuk, de itt annyit tényleg tudok mondani, hogy amik vannak, azok jók. Még annyit, amennyit tudok ezzel kapcsolatban, akkor azt még megemlítem, hogy itt a mellék rúnáknál van ez a Sweet Tot. Ez azt tudja, hogy a Honey Fruitból, ugye ami van a tornyok mellett, amiből tudsz életet szerezni, az kap úgymond egy ilyen extra buffot, ami annyit hordoz magába, hogy plusz 20%-kal fog hílelni, és 15 goldot fog adni, de ugye 3 ilyen hílelős cuccot tudsz felvenni, szóval sokkal többet fog adni. Ez is a laning fázis alatt segít többet. De én használtam Akalit ezzel a Mastermind-dal, ez pedig azt tudja, hogy a tudetekbe nagyobb sebzést fogsz sebezni. Tehát ez a tudetszedő championöknek nagyon jó. Hát én úgy voltam vele, hogy Akalihoz is használom, ugyanis sokkal jobban le tudtam sebezni a tudetet, amikor például az enemy hazatépézett, vagy nem volt éppen lénen, szóval az nekem úgy megérte. De így tényleg inkább így a léning fázis alatt szerintem az a Sweet Tot, vagy mi volt már annak a neve, jobban megéri. Mivel utána rájöttem, hogyha nyertek egy teamfightot, stb., akkor nem az fog számítani, hogy te mennyit sebzel a turetre, hanem az, hogy megindultok 5-en, 4-en, Baronnal, Rifteraldal, szóval értitek. És akkor most már tényleg így végső szóra ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok, szóval nagyjából így a jelenlegi akalis tudásom ennyit takar. Nem mondom, hogy még a jövőben nem lesznek ilyen tartalmak, de én csak azt mondom, hogy most már tényleg szeretnék több championről videózni, hogy ne legyen annyira unalmas ez a Wild Rift videózás, se nekem, se nektek, ugye,
hogy minél több tartalmat tudjak készíteni, hogy minél több dologról. Na, akkor ez a videó tényleg ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha megnéztétek, szavaztok!